Autólopáson kaptak 3 fiatalkorú elkövetőt a Tolna megyei rendőrök. A tettesek ellen egy 61 éves dunaújvárosi férfi tett bejelentést, akinek a lezáratlan személyi gépkocsiját tulajdonították el Szekszárd belterületéről. Badizs Zoltán, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy a bátaszéki kollégák segítségének köszönhetően hamar a tettesek nyomára tudtak akadni. A fiatal fiúk közül 2 16 éves, egy pedig 14 éves volt. Őket elszámoltatták, majd ezt követően Szekszárdi rendőrkapitányságra előállították, ahol a nyomozók jármű önkényes elvétele büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Hozzátette, a bandának nem ez volt az első bűncselekménye. Legutóbb egy zombai, szintén lopott gépjárművel parkoltak le egy kétyi, lakatlan ingatlan elé, amit meg is rongáltak. Elmondásuk szerint ezt megelőzően körülbelül 20 autóra próbáltak rányitogatni. Ezt az egy autót megtalálták, ami nyitott állapotban volt, ráadásul az indító kulcs is benne volt. Bele is öltek, és el is viharzottak vele. A 3 fiú elmondása szerint előre kitervelt szándékkal érkeztek Szekszárdra, hogy elkössenek egy gépjárművet.